Sziasztok! A mai videóban egy könnyen gyorsan elkészíthető tortát mutatok nektek, ami a tűzhelyen készült sütő nélkül egyetlen egy edényben, mindössze negyed óra alatt készen van, és hihetetlenül finom. Könnyű kis nyári torta, mutatom, hogyan készül. Most a torta alapot mutatom meg nektek, ami negyed óra alatt elkészül, a feltét, a díszítés pedig tőletek függ, rakhatok rá lekvárt, csokis szószt, pudingot, nutellát, tejszínhabot, felvert habot, epret, zselét, bármit, amit csak szeretnétek. Nekem egy kis zselés, tejszínhabos, tejszínes epertorta lett most belőle. Azzal kezdjük, hogy egy teflon vagy bármilyen tapadásmentes edényben megolvasztjuk a vajat. Ha megolvadt a vaj, leveszünk a tűzről, és igyekszünk a serpenyő egész felületét bevonni vele, hogy mindenhol vajas legyen. A továbbiakban pedig gyorsan összeállítjuk a tortát, amiben a legjobb az, hogy semmilyen más edényt nem kell használnunk, csak egy mérlegre van szükségünk, amiben kivérjük a hozzávalókat, egyenesen mehet ide bele, itt fogjuk összekeverni, és már kész is van a tortánk alapja. A 60 g olvasztott vajhoz hozzáöntjük 100 g cukrot, hozzáadjuk a vanília aromát, a két tojást, és alaposan elkeverjük. A mérleget beállítjuk, és 150 g lisztet, és egy csomag szódabikarbónát beleszórunk. Mehet bele a 120 ml tej, és alaposan elkeverjük. A serpenyő szélét egy kis papírtörlővel szépen megtisztítjuk. Ha készen van a tortának az alapja, mehet is vissza a tűzhelyre, lefedjük. Arra kell figyelni, hogy nagyon alacsony tűzön süssétek. Hát ti tudjátok, hogy a ti tűzhelyetek milyen, én az egyesen szoktam. A lakóautóban nekem elég erős a láng, és azért úgy szoktam csinálni még a legkisebb revébe is, hogy kicsit rajta hagyom, kicsit leveszem. Ugyanúgy, mint ahogy a serpenyő zsömlét készítettem, nem tudom, láttátok ezt a videót, ide felrakom, nézzétek meg. Ugyanúgy serpenyőbe készült, házi zsömle nagyon finom. Azt is le fel kellett rakni a tűzről, mert elég erős, ezzel ugyanúgy kell játszani. A lényeg az, hogy alacsony lángon 10-12 perc alatt készen is lesz. Elkészült a tortánk, ilyen gyönyörűséges lett, nézzétek, és most kiveszem a serpenyőből. Nagyon szépen ki is jött, látjátok? Ilyen az alja. És kirakom egy kis sütőpapírra. Így néz ki az elkészült tortánk, amit a serpenyőbe készítettük. Még egy kis trükköt szeretnék nektek mutatni, a serpenyőt gyorsan elmosom, és tisztára törlöm, ugyanis visszakerül bele a torta. Úgy lesz teljes a történet, hogyha egy kis teljes, cukros, tejszínes öntettel meg fogom öntözni ezt a tortánkat. Lehet már most is látni, hogy milyen szép légbuborékok keletkeztek rajta, de egy kicsit azért megszurkáljuk. Teljes szószal egy kicsit megöntözzük. Szépen be fogja inni a tortánk. Most tehát jöhetnek az utolsó simítások. Én egy kis házi készítésű eperzselét fogok rárakni, és tejszínhabot. A tejszínhabot csak fel kell verni, rákészítek a tetejére. Nos, nekem az az igazság, hogy mi laktózmentes tejszínhabot, vagy laktózmentesen élünk, és én még nem találtam olyan tejszínhabot, ami tökéletesen megállt volna, miután felverem, úgyhogy én rakok bele egy kis habfészárót. És így van a végeredmény, nézzétek, így néz ki egy szelet gyönyörűséges torta. És itt van a serpenyővel együtt, ami gyakorlatilag, ha vendégségbe mentek, még serpenyőstől is vihetitek. Szerintem nagyon szuper egy kis nyári partihoz, vagy vendégségbe, vagy egyszerűen, ha csak nem akarod bekapcsolni otthon a sütőt, mert meleg van, vagy éppen kollégiumban élsz, vagy mint ahogy mi lakóautóban is nincs sütő, egy szuper fantasztikus kis torta. Kérlek, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, mert további videókat találhattok majd itt, és kérlek, írjátok meg kommentbe, hogy ti milyen tortát szeretnétek, hogy milyen feltételt tudnátok elképzelni rá, mi a kedvencetek, a nutella, a tejszín, az eperkrém, vagy nem is tudom, melyik a ti kedvencetek, írjátok meg nekünk. Köszönjük, sziasztok!
A puding próbája pedig az evés, úgyhogy segítségül hívom kedves partneremet, Andris. Van kedved megkóstolni? Nem szó. Bármikor. Szókos ez a kívül. Na, tehát... Veszünk egyet. Kettő veszünk egyet, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ilyen. Arra kell tudod, hogy a kamerában hasznod. Nagyon jó, kíró.